A Nintendo, mint a konzolpiac meghatározó szereplője, régóta jelen van a piacon, de hogy mikor kezdte a pályafutását, és mi volt az első konzolja, megnézem és visszanézem a konzol teljes életútját. Ha kedvező áron szeretnél Windows vásárolni, akkor nincs más dolgod, mint felmenni a CD-Kisza webshopjára. Itt be kell jelentkezned, ezután kiválasztod a Windows-t, amit szeretnél vásárolni, kosárba teszed, itt használod a HU25-ös kuponkódot a további kedvezményért. Ezután kiválasztod, hogy szeretnél fizetni, én a PayPal-t szoktam ajánlani, mert ott nincs további tranzakciós költség. Ezután az e-mailben kapott kódot be tudjátok a gépház, frissítés és aktiválás menüpontban aktiválni. A linket megtaláljátok hozzá a leírásban. Ha gamer PC vagy videókártya vásárláson gondolkodsz, akkor nézd rá a Kingstack Shopra linket megtalálod a leírásban. Mindenek előtt utazunk vissza az időben 37 évet. A Nintendo Entertainment System 1985-ben jelent meg világszerte. Kivéve Japánt, ahol 1983-ban, de kb. az összes retro konzolnál, ami nem Xbox, ez a helyzet. Igazából náluk debütálnak ezek először. Érdekesség, hogy Ázsia nagy részén Family Computer néven adták ki a konzolt teljesen más dizájnnal. Az 1980-as években nagy sikert arató játéktermi játékok hatására a Nintendo úgy döntött, hogy egy kazetta alapú otthoni konzolt fog kiadni. Az első példányok 1983. július 15-én jelentek meg a Famicom néven 15 ezer ilyen egységáron. Három darab játéktermi játék átportolásával csomagolva ezek voltak a Donkey Kong, a Donkey Kong Jr. és a Popeye. A Nintendo konzoljának elterjedése azonban nem ment zökkenőmentesen, hiszen az első példányoknál egy chip hiba miatt folyamatosan lefagytak. A Nintendo visszahívta őket és új alaplappal kezdte őket forgalmazni, minek köszönhetően 1984 végére már a legjobban fogyó konzol lett Japánban. A sikeren felbátorodva Észak-Amerika területére is kiterjedt a forgalmazás. A kezdeti elképzelések között szerepelt olyan is, hogy az Atari neve alatt jelenjen meg a konzol, illetve hogy a Famicom kazettás, billentyűzetes, joystick irányítású hardverrel jelenjen meg. Késő azonban ezeket elvetették. 1985-ben a CSN bemutatták a konzolt, mennek az árusítása még abban az évben el is kezdődött. 18 játéka jelent meg a gép, melyekhez átalakító is tartozott, hogy más 8 bites gépekkel is játszhatóak legyenek. Európában 85 és 86 folyamán jelentek meg az első készülékek más néven, melyek eleinte nem igazán jól fogytak, mégis 1990-re sikerült eladniuk az összes példányt. A 90-es évek elején beköszöntött a 16 bites korszak, a Sega pedig a Mega Drive nevű konzoljával komoly előnyre tett a Nintendohoz képest. Ezért a továbbiakban főként a Nintendo a Super NES névre hallgató konzolra fókuszált. Noha az évtized első felében jelentek meg még új játékok a NES-re is. Az egész konzol dizájnjáról üvölt a retróvonal, csak nézzetek rá. Sajnos a fehér részek már eléggé besárgultak, de én azt mondom, ez hozzáad a retró mi voltának hitelességéhez. Méretre nem túl nagy, és olyan rengeteg portunk és gombunk nincsen, de nézzük végig az összeset. A konzol elején helyezkedik el felül egy ajtó, ami felnyitva, felfelé a kazettát fogadó tálcát. Ide csak becsúsztatjuk képpel felfelé, a kazettát, és lenyomjuk kattanásig. Ezek a kazetták alapoztak meg a későbbi Super Nintendo Entertainment Systemnél és a Nintendo 64-nél használt tárolóknak. Nézzünk egy pár érdekességet ezekről a kazettákról. Eredetileg öt kis egyhonyú csavart tartotta össze a későbbi, 1987 utáni játékoknál két műanyag kapocsa cserélték le a felső két csavart. Ezzel egy időben lecserélték a szabványos csavarokat biztonsági csavarra, ezzel is megakadályozva, a kazettán belüli romhoz való hozzáférést. A kazetta hátoldalán címke található kezelési utasításokkal. A legtöbb játéknál ez szürke, míg a menthető játéknál aranyszínű. Minden hivatalos játék ilyen szürke kazettán jelent meg, kivéve a The Legend of Zelda és a Zelda 2 arany kazettáit. A nem hivatalos játékokat eltérő színben és formában gyártották. A Nintendo sárga színű kazettákat is megjelentetett, viszont ezeket csak cégen belül tesztelésre a szervizközpontokban használták. De végeztünk a kazettával, most térünk vissza a portokhoz. Az ajtó alatt eléggé lényegre végre találunk egy kibekapcsoló gombot, ami egy rögzíthető kapcsoló, és egy reset gombot, ami nem rögzül. Jobbra haladva találunk még két darab tűs kontroller csatlakozót, és ennyi, az elején nincs más a konzolnak. oldalt helyezkedik el a hang és videó kimenet, érdekesség, hogy itt még nem stereo, hanem mono kimenetünk volt. Hátul még találunk egy tárcsatlakozót, egy csatorna választó gombot és egy antenna portot. Több látható portunk a konzolon nincs. Azonban a konzol alján találunk még egy portot, ami jelen esetben le van fedve egy műanyag takaróval. Ide alapvetően kontrollereket és perifériákat lehetett csatlakoztatni. Például billentyűzetet vagy játékvezérlő eszközt pluszba. A konzol belsejében találunk egy Rico 2A07-es processzort, ami 1,66 MHz-es óra jellel rendelkezett. Emellett társult még 2 KB alaplapi memória és 32 KB ROM is helyet kapott. A grafikus egysége egy szintén Rico fejlesztésű PPU chip volt, ami 5,32 MHz-es órajellel rendelkezett és 2 KB memóriával gazdálkodott. Maga a kontroller eléggé kezdetleges, csak négy irányváltó gombunk van, egy start és tart is egy szeleg gombunk, emellett még egy A és B gombunk, semmi más. Ez minden esetben vezetékes és eléggé kisméretű volt. Ez a szögletes alak nem túl kényelmes használat közben, azonban színre és dizájnra tökéletesen illik a konzolunkhoz, ez is nagyon retro. Na, ha nincs is más hátra, üzemeljük be ezt a konzolt, és nézzünk pár játékot. Mivel nekem csak a Dr. Mario van meg, ezért pillanatnyi bevágásokat láthattok néhány fontosabb címről is, amik megjelentek erre a konzolra. Olyannal, mint hogy rendszermenü nem rendelkezett, és grafikailag is eléggé kezdetleges. De hát ezt nem lehet felrúni neki, hogy ha azt nézzük, hogy 85-ben jelent meg a Nintendo első konzoljaként. Minden játék ezt a tipikus játéktermi benyomást kelti, és hát lényegében ez is volt a Nintendónak a célja. Egy ilyet beüzemelni és használni egy időutazás volt ebbe a csodálatos korszakba. És a retroérzés ki van maxolva végig. Az utolsó példányok értékesítése 1995-ben volt az USA-ban, világszerte egészen 2003. szeptemberéig forgalmazták a Nest. 2007. októberében a Nintendo az alcatraz hiányra hivatkozva megszüntette a hibás konzolok javítását. Ma már csak az emulátorok, illetve a Nintendo Wii-re újra megjelentetett játékok azok, melyek őrzik az emlékét. Ó, és persze még a használt piacon lévő példányok mint ez a darab itt. A Nintendo, mint a konzolpiac meghatározó szereplője itt kezdte el a történetét, és sok konzolon keresztül haladva tart itt manapság. Ezen a történeten én végig fogok haladni, és megpróbálok bemutatni minden jelentősebb Nintendo konzolt. Ha érdekel a téma, akkor nyomj egy lájkot, és tarts velem az utazásban. Na de ennyi lett volna már ez a konzolteszt. Hogyha megtetszett a kis Nintendo, használtam már találni belőle 20 ezer forint körül, bár eléggé ritka. Érdekelne, hogy nektek milyen élményetek volt ezzel a konzollal? Értetek egyáltalán, mikor ez a konzol megjelent? A válaszokat várom kommentben, a következőben találkozunk addig is. Sziasztok! A csatorna főtámogatója a 4